Ez a Híradó 8 órakor, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Ismét sokan, egy nap alatt közel 100-an haltak meg az új típusú koronavírus miatt Kínában, így mostanra már 1115-re emelkedett az áldozatok száma. A hatóságok több mint 45 ezer megbetegedésről tudnak az ázsiai országban. A külgazdasági és külügyminisztérium továbbra sem tud magyar fertőzöttről a világban. Folyamatos kapcsolatban vannak a Kínában tartózkodó magyarokkal és azokkal is, akik a japán partoknál veszteglő szállodahajón vannak karanténban. Mindannyian egészségesek. Közben egyre többen épülnek fel a fertőzésből, már az 5000-et közelíti a gyógyultak száma. A japán Yokohama partjainál veszteglő hajón újabb 40 koronavírus beteget találtak. Tokiói tudósítónk elmondta, újdonság, hogy a fertőzöttek között most már fiatalok is vannak. Kis Gábor István hozzátette, az egyik beteg a japán egészségügyi személyzet tagja. Amikor megérkezett a hajó a Yokohamai kikötőbe, a később karantén alá helyezett hajó, akkor ő volt abban az orvoscsoportban, aki egy kérdőívvel próbálta felderíteni, hogy ki találkozhatott az eredeti hongkongi vírushordozóval, azzal az idős férfival, aki leszállt Hongkongban a hajóról, de elindította a vírusfertőzést a hajón. És néhány nappal ezelőtt belázasodott ez a fiatalember, ez az orvos, és most kórházba került. Így tehát így áll össze a legújabb 40-es szám. Velük együtt összesen 175-re emelkedett a utasok közötti felismert vírusfertőzöttek száma. Két hét alatt 5 repülőgépnyi amerikait evakuáltak a kínai Wuhan városából a koronavírus miatt. Őket katonai bázisokon kialakított karanténban helyezték el. Los Angeles-i tudósítónk azt mondta, hogy közülük most mintegy 200 embert engedtek haza. 14 napig voltak karanténban összesen 195-en egy Los Angeleshez közeli légibázison. Mindannyian arcmaszkjaikat két hét után levehették, sokan a magasba dobták azokat, örültek, hogy hazatérhetnek otthonaiba. Az egészségügyi hatóságok szerint egyikőjük sem jelent egészségügyi kockázatot környezetükre, mehetnek dolgozni, a gyerekek iskolába, szóval folytathatják tovább megszokott életüket. Na, a két hét alatt senkinek sem volt pozitív a vírus tesztje, annak a két gyermeknek sem, akik belázasodtak ez idő alatt. Közben itthon az operatív törzs továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus helyzetet, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, hogy Magyarországon koronavírusos megbetegedés nem ismert, magyar állampolgár fertőzöttségéről pedig jelentés nem érkezett. Hozzáteszik azt is, a Wuhanból hazaszállított magyar állampolgárok panaszmentesek, továbbra is karanténban orvosi megfigyelés alatt állnak a Szent László kórházban, az állapotuk pedig kielégítő. Az Európai Bizottság figyelembe fogja venni a nemzeti kisebbségek véleményét, amikor azt értékeli, hogy megfelelnek-e az európai értékeknek az ukrán jogszabályok, beleértve az oktatási törvényeket is. Ezt Várhelyi Olivér bővítési biztos mondta Kijevben, miután találkozott az ukrán miniszterelnökkel. Mint fogalmazott, a kisebbségekhez tartozó emberek védelme európai érték, amit védeni kell az EU-n belül és kívül is. Ukrajna stratégiai céljai között szerepel a teljes jogutagság elérése az Európai Unióban. A magyar kormánynak nincs félnivalója a hetes cikk szerinti eljárásban, erről beszélt a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Farkas Őrs az M1-en Manfred Weber Strasbourgban elmondott szavaira reagált, melyek szerint az Európai Tanácsnak napirendre kell vennie a hetes cikk szerinti eljárások ügyét, és úgy a magyar, mint a lengyel esetben közös megoldást kell találni a közös uniós értékek védelme érdekében. Farkas Őrs felidézte, hogy az eljárás Judit Sargentini jelentése kapcsán indult el, és valójában egy politikai akcióról van szó. Mindenki számára egyértelmű, hogy egy politikai akcióról van szó. Azok a brüsszeli szereplők és vezetők, akik Magyarországot évek óta támadják egyes döntései miatt, illetve a migrációban elfoglalt álláspontja miatt, azok sorra keresnek újabb eszközöket az európai porondon, hogy ezt a fajta támadást ezt fenntartsák. Manfred Weber ebben lépett egyet, de valójában, amit elmondott, az semmiben sem különbözik attól, amiről eddig beszélt.
Magyarországon virágzik és reneszánszát éli a zsidó kultúra. A zsidó emberek biztonságban érzik magukat és ápolják az örökségüket, jelentette ki Hídvégi Balázs, a Fidesz EP képviselője az Európai Parlament antiszemitizmusról tartott vitájában. A politikus azt mondta, hazánkban teljes társadalmi és politikai egyetértés van arról, hogy az antiszemitizmussal szemben csak a zéró tolerancia elfogadható. Ezzel szemben Nyugat-Európában nő a zsidó emberekkel szembeni támadások és erőszakos cselekmények száma, emlékeztetett a politikus. Amellett, hogy minden ilyen támadást határozottan el kell ítélni és vissza kell utasítani, beszélni kell arról is, hogy a radikális muszlim antiszemitizmus európai megjelenése és terjedése hozzájárul az antiszemita támadások számának növekedéséhez. A nyugat-európai zsidóság elleni támadások tehát még egy indokot jelentenek arra, hogy az illegális migráció ellen határozottan fellépjünk. Több ezer köbméter illegálisan kitermelt fát foglaltak le a magyar hatóságok az elmúlt 3 évben. Egy most is futó uniós akcióprogramnak is az a célja, hogy ne lehessen eladni az engedély nélkül kivágott fákat. Zsigó Róbert államtitkár arról beszélt, hogy az illegális fakivágás nem csak nemzeti kincsünket, erdőinket rongálja, hanem komoly ökológiai és gazdasági károkat is okoz. A lefoglalt fát most rászorulók kapták meg. Magas fűtőértékű bükk, akác, cser és tölgyfa. Az Ipolyerdő ZRT telephelyén csaknem 460 köbméter ömlesztett, de kiváló minőségű tűzifa van Nagy-Orosziban. Ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei foglalták le, miután az ellenőrzésen kiderült, illegálisan vágták ki. Az illegális fakivágás nem csak nemzeti kincsünket, erdeinket rongálja, de komoly ökológiai és gazdasági károkat is okoz. Az élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár azt mondta, a fatermékek nyomon követése, mennyiségi, minőségi ellenőrzése a NÉBIH feladata egy uniós akcióterv alapján. A cél az, hogy megakadályozzák az illegális fakitermelésekből, erdőirtásokból származó faanyag értékesítését, hozzájárulva ezzel az erdők védelméhez, ezáltal pedig a klíma- és környezetvédelmi célok eléréséhez. Az elmúlt 3 évben a NÉBIH erdészeti szakemberei a társhatóságokkal és más tagállamok EUTR erdészeti hatóságaival együttműködve több ezer faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést hajtottak végre telephelyeken, közutakon, áruházakban, valamint határátkelő helyeknél. Emellett pedig több száz próbavásárlást és hirdetés ellenőrzést is végeztek. A kiszabott bírságok és az elkobzott bevétel összege együttesen csaknem 160 millió forint volt. Emellett 3000 köbméter faanyagot is lefoglaltak, amelyet most rászorulóknak adnak. Első körben csaknem 1300 köbméter ingyenes tűzifára pályázhatnak önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint egyházak. Egy pályázó 3 millió forint nyilvántartási értékű, vagy 120 köbméter fát igényelhet, illetve egy tűzifát, illetve egyéb fából pedig 5 millió forint értékben lehet igényelni. Ami nagyon fontos, a pályázat az díjmentes, tehát bárki díjmentesen pályázhat. A fakiosztást 10 telephelyen végzik majd az országban. Pályázni folyamatosan lehet a készlet erejéig. A rendelkezésre álló tűzifáról naponta frissítik az adatokat. Erről és a pályázat részleteiről is a NÉBIH honlapján lehet tájékozódni. Elindult a buszos és kamionos razzia az utakon itthon. A rendőrök egymás után állították meg a nehéz gépjárműveket, ellenőrzik azok súlyát, műszaki állapotát és a sofőrök pihenőidejét is. Európa szerte egyébként 14 ország csatlakozott az akcióhoz, a cél pedig a baleset megelőzés. A razzia egészen péntekig tart majd. Egymás után vezetik ki a Borsókúti pihenőhelyre a kamionokat az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán. A fokozott ellenőrzés most kifejezetten a teherszállító járműveket érinti. Egy átvizsgálás általában legfeljebb 20 percig tart. A sofőrök szerint jó, hogy a hatóságok odafigyelnek, mert ilyenkor azt is nézik, ki milyen állapotú kamionnal van az utakon. Így kisebb a baleset veszély. Szerintem kell az. Személyes okmányokat szokták kérni, autó, pótkocsi papírjait, árut, mit viszek, hol raktam, hová megyek, általános dolgokat. De vizsgálják még a sofőrökre vonatkozó kötelező pihenőidő betartását is, vagyis azt, hogy milyen időközönként és milyen hosszú időre állnak meg. Ezen kívül azt is megnézik a rendőrök, hogy mit visznek a kamionokban, illetve hogy rendben vannak-e a szállítási engedélyek.
Az elmúlt években a rendőrség többször is csatlakozott az európai ellenőrzési akcióhoz. Idén ez az első alkalom. Elsősorban a gépjármű kategóriák által frekventáltabb, közlekedésük által frekventáltabb M3-as autópálya Heves-megyei szakaszán, továbbá természetesen a 24-es főút, illetve a 3-as számú főúton is találkozhatnak ezen gépjárművezetők rendőri ellenőrzésekkel. Az ellenőrzés alapvető célja a veszélyes áruszállítással kapcsolatos szabályok, a vezetési és pihenő idővel összefüggő szabályok ellenőrzése. Tavaly összesen 7 hasonló akcióban mintegy 8000 járművet vizsgáltak át a hatóságok. Minden tizedik teherautónál, illetve busznál találtak valamilyen szabálytalanságot. A mostani nemzetközi akcióhoz 14 ország csatlakozott.